A múlt év végén a Budakeszi út közelében egy erdőszéli háznál történt baleset ugyan szerencsére nem túl gyakori, ám a szakértő szerint egyre gyakrabban fordulhat elő hasonló meglepetés, ugyanis a város terjeszkedik, a vadállatok élőhelye szűkül, közben pedig mi magunk is megteremtjük az életfeltételüket. Mondjuk kidobnak egy zacskót, amiben kajamaradék van, vagy olyan szaga van egyáltalán, az oda vonzza a vadállatokat. Vagy kidobják egész egyszerűen a pucolt krumpinak a héját, vagy a répát. Egy komposztáló az egy tökéletes vacsora helyszín ilyenkor. Tehát van annak is tök jó oldala, hogy ezt teszik az emberek, meg van a másik oldala, amivel nettó bevonzák ezeket az állatokat. A szakértők szerint ezek az állatok szinte bárhova bejutnak. Egy fakerítés sem jelent nekik akadályt, ha a táplálékot szimatolnak. A nagy német juhász kutyáját elvesztő hegyvidéki lakó erre nem számított. Ezt a balesetet nehéz lett volna megelőzni. Kimész a saját kertedbe, és este kiviszed a kutyádat egy pisire, abban nincsen nagy felelősség vonzat. Mert hiszen a saját kerted, azt, hogy ott mi történik, és van-e idegen, tehát akár ugyanúgy egy ember is bemeltett volna lopási szándékkal, és lehetett volna másfajta probléma, vagy másfajta sérülések. Mivel, hogy az erdős terület mellett van, úgy mondom, hogy ez benne van a pakliba. Tehát vagy az van, hogy mozgásérzékelővel felszereled a kertedet, és ahogy oda bemegy valami, akkor a lámpa felkapcsolódik, és látod, hogy mi történik. Szerintem az emberek nem gondolják azt, hogy bármi hasonló sztori előfordulhat velük addig, amíg meg nem történik. Mondjuk azóta én is egy kicsit óvatosabban sétálok a kertben. Schreiter Katalin úgy véli, mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy a városban élelmet kereső vadállatok attól még vadállatok maradnak, hogy közelebb merészkednek. Ezek az állatok nem kedvesek, és nem játékszer. Nagyon hamar, nagyon kevés energiával, nagyon komoly sérüléseket tudnak okozni. A lehető legjobb egyrészt, hogyha meglátjuk, akkor nem katasztrófa turistáskodunk, hanem elmegyünk onnan a lehető leghamarabb, és értesítjük a hatóságot arról, hogy mit láttunk és hol. Ha már olyan közelségbe került, hogy az úgy veszélyes, akkor nyugodtan mászunk fel egy autóra, vagy villanyoszlopra. Tehát, hogy álljunk vagy padra, vagy bárhova, ami magasabb, mint a föld. Törekedjünk arra, hogy ne essünk el futás közben, mert az úgy annyira nem jó, vagy ne feküdjünk le, ennek úgy szorodjunk össze. Nagyon védelem nincs a vaddisznó ellen ilyen szempontból. Az állatvédőrség önkéntese szerint meg kell tanulnunk a vaddisznókkal együtt élni. Hozzászokni, illetve felkészülni arra, hogy erdei kutyasétáltatás közben, vagy éppen a budai belvárosban is találkozhatunk velük, amikor a természetben kevesebb a táplálék.